Vasárnap a Sportliget vendégeként a Szőnyi úton játszott az utánpótlás országos bajnokság harmadik fordulójában az Aqua Ese. Előző héten megszerezték első pontjaikat, és helyenként már a mutatott játékkal is elégedettek lehettek a nyíregyháziak. A gyerekcsapat budapesti szerepléséről leginkább a hullámzó kifejezés juthat eszünkbe, hiszen gyors és hatékony játékkal többször 4-5 gólra is elhúztak a mieink, aztán érthetetlen kapkodás után mindannyiszor felzárkózott a házigazda. 9-9 után viszont már csak az Aqua szerzett gólt, így 12-9-re megnyerte a találkozót. A serdülők idei legjobb játékukkal örvendeztették meg a szakmai stábot, azonban ez is csak egy szoros 9-6-os vereséghez volt elegendő. Pozitív, hogy a meccs nagyobbik részében kimondottan jó vízilabdát játszott a csapat, a pontokra egyelőre még várni kell. Az ifik nagy előnyt adtak az első félidőben, 8-2-re vezetett a házigazda, amit már nem tudtak behozni a mieink, így újabb vereséggel hagyták el a medencét, 13-8 lett az eredmény. Vasárnap a Szegedet fogadja az Aqua Ese a városi sportuszadában. Idén a gyermekcsapatunktól várunk egy kicsit többet. Ugye tavaly az ifi csapatunkkal véremes reményekkel indultunk. Idén egy kicsit szerényebb szereplésre számítok, de mindenképpen szeretnék megmutatni azt, hogy nyíregyházi csapatokra mindenképpen számítania kell minden ellenfélnek. Manuel Meni Suárez az 5. légiósa a Hübner Nyíregyháza BS férfi kosárlabda csapatának. A 27 éves 208 cm magas játékos 2018-ban a Crichton Egyetemen végzett, profi pályafutását Chilében kezdte meg. Az előző idényben a spanyol alsóbb osztályú Silver Ligában játszott. Meni aktív chilei válogatott pályára lépett a világbajnokság dél-amerikai selejtezőjében is, tavaly novemberben az argentinok ellen kiemelkedően játszott, 21 pontot és 9 lepattanót jegyzett. Hétfőn érkezett meg Nyíregyházára, és fokozatosan bekapcsolódik a csapat munkájába.